Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy spontán orákel, egy jóslás számodra. Itt ezen a képen látható, hogy te elgondolkodsz jelenleg valami felett. Itt van egy kis szomorúság is. Úgy érezhető a képen, hogy te vársz valamire vagy valakire. Itt megvannak a lehetőségek, hiszen itt látható a szerencse, ami ebből a forrásból ered. De te nem hiszel jelenleg ebben, mert bizonytalan vagy. Lehet, hogy vársz arra, hogy megkapd ezt az elismerést, vagy legyen egy jó hír, és akkor megvan újra nálad ez az életöröm, amire ez a zene is utal, de a te tehetségedre is, hiszen megvan nálad ez a művészi, ez a kreatív, alkotó erő, vagy ez a forrás, és az nem más, mint a te intuíciód. A háttérben látható az ősz. Ezek a fák erre utalnak. Tehát most az ősz folyamán megvalósíthatod a terveidet, megvalósíthatod az álmaidat. És a madarak jelentik a kommunikációt. Hamarosan lesz egy jó hír. Amit a kép még mutat, a zöld ruha, ez a gyógyító erőre utal, és a hajad aranyból van. Ez jelenti azt, hogy megvannak nálad a jó gondolatok, vagy az ötletek, és ez aranyat ér. Ez a kép azt jelenti, hogy hamarosan lesz nálad mozgás. Előre mennek az események. Ez eltarthat ugyan 2 hétig, esetleg 2 hónapig, de várható az, hogy itt lesznek fontos kapcsolatok. Ez a kép utal külföldre, külföldi kapcsolatokra is, egy utazásra, de ez lehet egy belső út is. Egy lelki út, egy lelki kapcsolat, és az kihat a szerelmi élet területére. Itt látható az egyensúly. Így rendeződnek a dolgok, és meg lesz a belső harmónia. Azon kívül a háttérben látható a felhő, a levegő eleme, ez a könnyűség, ami utal kommunikációra is, és a csillagok szerencsét fognak hozni. Nem csak a szerelmi élet területén hat ez ki, hanem itt lesz egy alkotó tevékenység, ami szintén szerencsét hoz. Ezen a képen látható egy színpad, és ez azt jelenti számodra, hogy az életed olyan, mint egy színdarab. És itt te játszod a főszerepet. Itt ezen a színpadon látható ez a ringlispi, és az mozog, itt előre megy minden, de te irányítod ezt, te irányítod a saját életedet. Itt ebben a színpadban nem vagy egyedül, tehát lesznek itt befolyások, külső befolyások, kapcsolatok, de ahhoz, hogy ez kialakuljon, ki kellene mozdulnod. Például menj el egy színházba, moziba, vagy cirkuszba, és ott is kialakulhatnak új kapcsolatok. Azon kívül ez utal a nyilvánosságra, és az azt jelenti számodra, hogy a következő időben mások észrevesznek téged, és kapsz megbecsülést, vagy bókokat, és ez jót fog tenni neked.
Ezen a képen látható a korona, és te viseled ezt a koronát. Utal a te királynői tartásodra, fellépésedre, és meg lesz nálad ez a büszke tartás. Az édességek arra utalnak, hogy lesz valami szép, valami édes az életedben, de az is lehet, hogy valaki elmond neked valamit, és ezek a szavak olyan édesnek, mézes, mázasnak tűnnek, de itt látható a maszk, illetve a maszkok, láss át a dolgokon. Nem mindig igaz, amit mások mondanak. De amit még az édességek jelentenek, ez lehet egy meglepetés, egy ajándék, vagy valaki meglátogat téged. Előfordulhat az is, hogy kapsz egy meghívást, és te látogatsz meg valakit. Élvezd az életet, és ezeket a süteményeket is. És én kívánok neked egy szép napot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!